Tusnádfürdőn elhangzott miniszterelnöki beszédről már beszélgettünk Ágatilla politológussal, most hadd idézzek mástól. A Nemzeti Választási Iroda vezetője, Pálffy Ilona is ott volt Tusnádfürdőn, és ott nyilatkozott a Hírtévének, és egyebek mellett azt mondta, hogy a választás megelőző 15. naptól az adott országban lévő konzulátusra, nagykövetségre el lehet juttatni a szavazó borítékokat, és akkor most itt már szó szerint idézem, ott majd lesz egy ilyen postaládának nevezett urna, ahol nem kell semmit sem igazolni, hanem bedobhatja. De bedobhatja akár az egész falujét is, hogyha valakit megbíznak azzal, hogy szedje össze, és vigye már be a konzulátusra, mondjuk Csíkszeredára ezeket a levélszavazatokat, borítékokat áthozhatják Magyarországra, ott is fel lehet adni postán. Tóth Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azóta már Pálffy Ilona reagált a saját szavaira, és azt mondta, hogy itt semmiféle csalási lehetőség nem merül fel, mert hogy mindenütt a világon szavaznak levélben. Biztos, de hogy így? Valóban, a világ nagyon sok országában szavaznak, azonban nem olyan törvényük van, mint Magyarországon. Nagy-Britanniában egy sokkal jobb levélben szavazási törvény van, és mégis 2005-ben csaltak a választásokon, mégpedig tömegesen. Magyarországon ehhez képest nagyon gyenge ez a törvény, erről már korábban is beszéltünk, hogy rengeteg gumiszabályt, pontatlanságot, megengedő szabályt, indoklási, döntési kötelezettség nélküli lehetőséget nyújt a választási bizottságoknak. Jelen esetben egy nagyon szűk szakmai témával kezdem, tehát hogy hogyan kezeli a szavazólapok átvételével kapcsolatos regisztrációt ez az egész törvény. Abszolút pongyolán kezeli. Hogyha valami magyarországi példát kéne hoznom, akkor ez pontosan ugyanaz, mint korábban a kitöltetlen ajánló szelvények ügye volt. Mert hogy a pártok akkor pénzért gyűjtötték, most is a jelenlegi kormánypártok pénzért gyűjtetik megbízottak útján a regisztrációt. Tehát ebben nem, hogy semmi változás nincs, hanem a korábbi törvény rossz tapasztalatait viszik tovább. De csak hogy most nem belföldön pénzért, hanem külföldön pénzért. A regisztrációt, ami most indul augusztus 1-től így van, pontosan. A határon túli magyaroknak, azt tehát fizetett alkalmazottak, igen, gyűjtik a regisztrációt. Ezek teljesen konkrét információk. Egyrészt az is látható, hogy a konzulátusoknak a létszámát megemelték, de pontosan abból a célból, hogy a regisztrációval kapcsolatos többletügyeket intézzék, és a miniszterelnöki hivatal által nyújtott ösztöndíjasok is ezt a munkát végzik. Hát már arra számítanak, hogy nagy lesz a roham, biztos. Biztosan. Ezért kérik meg például az Erdélyben nem az RMDSZ-t, hanem más pártokat arra, hogy ebben aktív módon vegyenek részt. Na most térjünk vissza a szakmai elemhez. Ha valaki megkapja ezt az adatlapot, amit ki kell tölteni, ott be kell írni egy értesítési címet. Na most az értesítési címre azt fogják mondani ezek az agitátorok, hogy oda nem a saját maga lakóhelyét kell írni, hanem a mi pártunknak a nevét, vagy a mi civil szervezetünknek a nevét. A borítékok. És oda kézbesítik ki a borítékokat, onnét viszik ki. De várjon, hát ő igen? Most tömegével bejegyeznek mondjuk egy, nem tudom, csíkszeredai pártközpont utcaház számát, akkor ez valakinek csak feltűnik már, hogy de az hogy összes szavazót lakik. A Nemzeti Választási Iroda kezeli, és rajtuk kívül senki nem láthatja ezeket a címeket. Tehát az, hogyha kiküldenek Csíkszeredára, a Főutca 5-be, az igen, ottani X párt pártközpontjába 6000 regisztrációs szavazó, regisztráció utáni borítékot, akkor senkinek nem tűnhet fel, mert senki nem lát. De az állami posta fogja kiküldeni, nem a román nemzeti posta, mert ugye ott is az működik, hanem ez egy hálózat, amin keresztül ezt kéne megkérdezni akkor a jelenlegi Nemzeti Választási Irodától, hogy hogyan kerülnek oda az értesítési helyre, és hogy mik lehetnek ezek az értesítési helyek. Ezt nem postán adják majd fel. Most augusztus 1-től... A törvényben nincs ilyen. De hogyan? De augusztus 1-től kell regisztrálni magukat a határon túlélő kettős állampolgároknak, akik szavazni akarnak. Ez rendben van. Ezt ugye több úton, módon megtehetik. És elektronikusan. Akkor elektronikusan, személyesen. Választási iroda honlapján. Így van. Regisztrálta magát. Ennek értelmében majd kap egy borítékot. Ebben a borítékban Benne, tehát a, a borítékban még egy boríték van, az egyik már maga a szavazólap. És akkor azt mondta Pálffy Ilona is, hogy azért nincs itt semmiféle csalási lehetőség, mert hogy ebbe a borítékba beleteszi mondjuk Tóth Zoltán, Erdélyben élő állampolgár, ráírja, hogy feladó Tóth Zoltán, vagy melleve meg van címezve, és abban benne lesz az ön szavazata lezárva. És azt fogják megnézni a Nemzeti Választási Irodában, hogy Tóth Zoltán küldte a borítékot, na nézzük meg a listán, igen, ő jogosult, regisztrálta magát, és akkor így. Ja. Hát ez, akkor itt nem. Ez egy nagyon szép dolog, csak éppen ki fogja akkor ezt a papírt kitölteni. Ugye valakinek először ezt a regisztrációs lapot ki kell tölteni. Utána kiküldik, valaki kikézbesíti, és azt mondja, hogy én jöttem önhöz személyesen, itt tessék szíves lenni ezt az adatlapot akkor kitölteni, és én egyben vissza is viszem a szavazólappal együtt. Az a mondat volt itt nagyon furcsa abban a szövegrészben, amit Pálffy Ilona nyilatkozott, hogy bedobhatja akár az egész faluit is valaki, hogyha megbízzák azzal, hogy szedje össze, és ugyan vigye már el. Ez az a civil hálózati elem, amit az előbb említettem, hogy ez az ember pénzt kap azért, hogy összegyűjtse ezeket, és eljuttassa a Nemzeti Választási Bizottsághoz. És oda a civil ember mellett nem fog senki sem állni, hogy vajon a civil ember ebbe a borítékba lezárás előtt beleturkál. Pontosan. Na most, hogy a törvény visszáságainál maradjunk, mert a gyakorlatot még csak ilyen picit ismerjük, de a törvényt, a jelenlegi állapota szerint ugye teljes egészében van a 272. paragrafusban egy ilyen rendelkezés, hogy ennek a szavazási csomagnak eljuttatása, és ez az úgy rendelkezik, hogy a választópolgár eljuttatja a Nemzeti Választási Bizottsághoz ezt a választási csomagot. De hogyan? Semmi nincs benne. De erről most azt tudtuk meg Pálffy Ilonától, hogy ott majd lesz a nagykövetségen egy ilyen postaládának nevezett urna. Mi az, hogy postaládának nevezett urna? Tehát, ilyen nincs a törvényben. Én sem láttam még, ez a postaládának álcázott urna, vagy urnának álcázott postaláda. Minden esetre a nagykövetségeken lesznek ilyenek, és akkor majd oda kell bedobálni, akár egy is egy egész falujét. Senki nem kérdezi, hogy maga mit hozott, több kosárnyi levelet, és bedobálja a postaládának álcázott urnába. Tehát úgy látom, hogy mind a ketten a kérdések időszakát éljük, a törvényt kell vizsgálni. Az, hogy jelen pillanatban... Az gáz, mert hogy itt a szerepünk ez egy ebben különböző kéne, hogy legyen. Hát én a válaszokat várom. Na most hát ugye a Tavares-jelentésnek, amit az Európa Parlament elfogadott, van egy ilyen része, amelyben az Európa Parlament felkéri a magyar hatóságot, ugye ez uniós nyelven van fogalmazva, a magyar kormányt, hogy kérje az egész választási törvénycsomag komplett újravizsgálását a Velencei Bizottságtól. Én nagy érdeklődéssel várom, hogy akkor mit fog tenni ez ügyben a magyar kormány, hogy ez kéri vagy nem kéri, vagy, mert ez a csomag kiterjed egyébként az Európa parlamenti választásra is, és itt még egyetlen hangot nem hallottunk arról, hogy akarják-e módosítani az Európa parlamenti választási törvényt, pedig ott is van mit cselekedni. Sőt, az egész úgy tűnik, mintha itt kizárólag magyarországi országgyűlési választásokra kerülne sor, és ezzel szinte egy időre tervezve nem volna egy európai parlamenti választás. Tehát szerintem ez azt veti föl, hogy igazából, hogy kicselezzék a Tavares jelentésnek azt a részét, amiben az Európa Parlament felkéri a magyar joghatóságot, hogy kérjék egy komplett, rövid és hosszú távú választási megfigyelős alkalmazását, szerintem az a céljuk, hogy ketté válasszák ezt a két időpontot, majd az Európa parlamenti választásra, mivel azelől ugye nincs kitérés, felkérik az EBESZ-ODIR emberjogi és választási szervezet vizsgálatát, és nem kérik a magyarországi parlamenti választás megfigyelését, mert hát ahhoz semmi közük. Hát ez nem igaz. Hát persze, hogy nem igaz. De hát az előbbi Ágatillától hallottuk, hogy itt nem feltétlenül a nagy igazmondások helyén vagyunk. Azért mindig reménykedem még... Tudom, néha naívan, hogy na hát ezt nem lehet megcsinálni. Tehát, akik a Tavares jelentést megszavazták, sokan voltak az Európai Parlamentben, nagy többséggel, őket nem lehet ilyennel megetetni, hogy persze, hogy ne jöhet az EBESZ majd az európai parlamenti választásra, az országgyűlésére nem. Ezt nem lehet sutyiba csinálni, hát ez kiderül. Hát előbb-utóbb kiderül, egyelőre nem tudjuk, hogy a kormány mit tervez a Tavares-jelentés ezen részével. De azt se tudjuk, hogy egyébként még mit tervez a választási törvény módosításával, hiszen itt bármi előfordulhat az elkövetkező időszakban. A közvéleménykutatások szerintem ezt nagy mértékben fogják befolyásolni, hogy lesznek-e újabb részei a Magyarországgyűlési választási törvénynek. A regisztráció az legalább személyhez kötött, a határon túli magyarok regisztrációja, ami most augusztus 1-én indul? Vagy ott is lehet az, hogy Pista a falut regisztrálja? Szerintem pont ugyanez fog történni. Tehát ez egy felépített hálózat, egy tudatos hálózat, amelyet egyébként, amit az előbb említettem, a magyar állam közpénzből finanszíroz, részint a konzulátusok, részint az ösztöndíjasok útján, ami egyébként nyíltan beleütközik a választási eljárási törvény azon alapelvébe, hogy a jelölő szervezetek és a jelöltek között esélyegyenlőséget kell biztosítani. Tehát közpénzből kampányol saját pártja mellett a kormány. Az is lehet, hogy már a regisztráció is úgy történik majd, hogy valaki megy egy listával, valamilyen különleges listákról időről időre mindig csak hallunk. Én is csak hallom a Kubatov listát, meg és néztem, mondja, hogy szerepelt a videóban. Hogy itt összegyűjtöttük ebben a faluban, hogy kik vannak, akik kettős állapot, és akkor őt szeretném mind a 200-ukat regisztrálni. Ezt is lehet a regisztrációra, csak kell személyes részvétel vagy aláírás. Hát, a személyes aláírás kell, de most egy nagyon jó kérdésre tapintott rá szerkesztőasszony, hogy a törvényben egy betű nincs arról, hogy hogyan fogják a saját kezű aláírásokat ellenőrizni probléma esetén. Nem tudni. Nincs ilyen része a törvénynek, ez hiányzik. Azt mondom én, Pista a faluból, hogy behoztam a Mari néni, a Józsi bácsi és még 190 társuk személyes regisztrációs ívét, itt van. Lehet? Hát, akár lehet? Akár lehet. Akár lehet. Tehát én nem azt mondom, hogy ezek már megtörtént tények és tömegesek. Hát nem, mert augusztus 1-től indul a regisztráció. Így van, de hogy a szükséges előkészületek ez ügyben megtörténtek, és a törvény olyan lukakat, ellentmondásokat tartalmaz, ami ezt lehetővé teszi, az szakmailag teljesen megalapozott vélemény. Ha már a listáknál tartunk, egy gondolat erejéig kíváncsi vagyok a véleményére. Az elmúlt hetekben én igen sok energiát fordítottam arra, hogy kiterítsem, hogy milyen lista alapján küldözgeti a miniszterelnök a rezsicsökkentés miatti aláírásokért a köszönőlevelet. Mert hogy tömegével kapják olyanok, akik nem írták alá, ez egy dolog, valahogy rossz listára kerültek rossz személyek, de hogy 28 éve meghalt emberek is köszönő levelet kapnak, ez nem lehet a népesség nyilvántartó. Hát akkor már választásokkor kiderült volna, hogy itten tömegével évtizedeken keresztül benne maradtak emberek a népesség nyilvántartásban, ami fizikailag lehetetlen. Tehát ez ugye nem a népesség nyilvántartó. Nem, ez nem a népesség nyilvántartás, ez a Kubatov listának az a válfaja, amikor mindent összegerebjézünk, ami rendelkezésre áll. Például most a rezsicsökkentésre, akik aláírtak, azok egy része, akik a legutóbbi népszavazás kezdeményezésnél aláírtak, és ez így időben nagyjából beleesik a halottak a legutóbbi népszavazás ügyébe, tehát mindent, amit lehet használni. Egyébként vannak ellopott adatbázisok, tehát sok színes formája van ennek. Már csak a 3,5 éves kisgyereket nem értem, ő a legfiatalabbunk a gyűjteményben. Valószínűleg az egy vállalat, aki megajándékozta őket egy Kubatov listával, így van. Mikuláskor hát szegényként kapott egy Mikulást. Az anyuka fölírta, és akkor most pehje van. Na hát még a Mikulás is veszélyes. Köszönöm, hogy itt volt.